Köszöntöm a kilátó nézőit. Kedves nézőink, a magazin témája ma a Miskolcon elhagyott autók, roncsautók, amelyeket úgymond ott hagynak gazdáik parkolóhelyeken, és hát foglalják a helyet másoktól. Köszöntöm a stúdióban kedves vendégünket, Vince Csabát, a Miskolci Önkormányzati Rendészet igazgatóját. Nos, hát igazgató úr, önök fokozottan figyelik ezeket a járműveket. Miben is áll ez, és milyen hatékonysággal tudják ezt megtenni? Miskolc város területén ugye több tízezer gépjármű található, és sajnos ezeknek a gépjárműveknek egy része vagy mozgásképtelen, vagy hosszú idő óta nem mozdul és foglal egy-egy parkolóhelyet, és nyilván mindannyian tudjuk, hogy a város szerkezete, amikor kialakításra került évtizedekkel ezelőtt, meghatározott gépjármű létszámhoz, ma ennek már a többszöröse található a városunkban. Nyilván minden egyes parkolóhelyre szükség van, elsősorban itt a lakótelepi parkolóhelyeket szeretném megemlíteni, hiszen ott jelenti a legnagyobb gondot egy-egy toronyház vagy tízemeletes bérház közelében. Annak idején ugye tudjuk, hogy egy-egy család jó, ha egy autóval rendelkezett, vagy négy-öt család közül egy család rendelkezett egy autóval. A mai adatok már azt mutatják, hogy ettől jóval több, egy családban gyakran kettő vagy három gépjármű is megtalálható. Nagyon fontos az, hogy ezek a gépjárművek, amelyek engedély nélkül tárolódnak a közterületen, foglalnak parkolóhelyeket, elkerüljenek ezekről a helyekről. A tulajdonosuk, üzemben tartójuk gondoskodjon arról, hogy ezek a járművek kikerüljenek ezekről a helyekről, és felszabadítsák a parkolóhelyeket, és átadják azon gépjárművek számára, amelyek egyébként folyamatosan mozgásban vannak. Nagyon fontos megjegyezni azt, hogy az önkormányzati rendészetnek alapvető feladata, többek között a roncsjárművek helyzetének kezelése is, ezért igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy a lehető legkisebb számban legyenek találhatóak a város területén ezek a járművek. Bő másfél évvel ezelőtt, bár a korábbi gyakorlat is megfelelt a jogszabályi előírásoknak, de másfél évvel ezelőtt változtattunk az intézkedési metodikán, és gyakorlatilag mindent megteszünk annak érdekében, hogy nem csak a felszólítást helyezzük el a gépjármű szélvédőjére, hanem megpróbáljuk akár személyesen felkeresni a gépjármű üzemben tartó tulajdonosát, telefonon, hiszen ma már a gépjármű nyilvántartóban, aki erre hozzájárulását adja, megtalálható a gépjármű tulajdonosának telefonszáma, vagy egyéb módon megpróbáljuk felkeresni. Az alapvető cél az az, hogy a személyes kapcsolattartás vagy telefonos kapcsolattartást követően meg tudjuk győzni a jármű tulajdonosát arról, hogy a használhatatlan, műszakilag már kifogásolható hatósági jelzéssel egyébként nem rendelkező, vagy akár rendelkező gépjárművek is elkerüljenek a területről. Fontosnak tartom azt is megjegyezni, hogy a Miskolci Önkormányzati Rendészetnek, a közterületfelügyeletnek gyakorlatilag elszállítási jogosultsága a hatósági jelzéssel nem rendelkező gépjárművek vonatkozásában van. A hatósági jelzéssel rendelkező gépjárműveket pedig a közút kezelője jogosult elszállítani. Mi ezeknek a gépjárműveknek az esetében is, amelyek hatósági jelzéssel rendelkeznek, végigjárjuk azt a folyamatot, amelyet a jogszabály előír számunkra. Ezt szeretném is elmondani, hogy hogy is néz ki ez a folyamat. Tehát gyakorlatilag érkezik a jelzés, vagy a kollégáim észlelik, tapasztalják a járművet a parkolóban, hogy hosszabb ideje ott áll, a fű körbenőtte, műszakilag közlekedésre alkalmatlan, nincs rajta hatósági jelzés, leengedett kerekekkel, betört ablaküveggel, változatos formában találnak a kollégáim ezekre a gépjárművekre, és ugye megpróbálják a tulajdonost felkutatni. Abban az esetben, ha mondjuk a hatósági jelzéssel nem rendelkező gépjárművek vonatkozásában a gépjárművön találnak mondjuk egy rendszámgravírozást az ablaküvegben, ugye egy időben ez meglehetősen gyakori jelenség volt, hogy a gépjárműlopások megakadályozása érdekében a szélvédőt, az oldalablakokat, az elefántfület gravíroztatták a rendszámát a gépjárműnek, és gyakorlatilag így ezzel is megpróbálták elejét venni az eltulajdonításnak.
Tehát megpróbálnak a kollégáim valamilyen formában hozzájutni, vagy esetleg olyan is előfordul, hogy be van dobva a hatósági jelzés, a rendszám az utastérbe valamelyik ülésre, megpróbálják megállapítani a tulajdonost, őt felszólítjuk. Első lépésben a szélvédőre kihelyezett, hát Mikulás csomagnak szokták nevezni a színéről, ugye piros színű zacskóban elhelyezett felszólítás, illetve felszólítjuk levélben is a nyilvántartó szerinti üzemben tartó tulajdonost. Ez az első lépés. 10 nap áll rendelkezésre arra, hogy ezt követően a gépjármű üzemben tartója elszállítsa a járművet a területről, vagy 30 napig terjedő időre közterülethasználati engedélyt kérjen, hiszen erre is van lehetőség. Előfordul, hogy például egy alkatrész hiány miatt, vagy valamilyen olyan kórházi ápolás, vagy bármilyen más gond miatt, ugye nem tud azonnal intézkedni a járműüzemben tartója az elszállításról. Mi velünk természetesen meg lehet beszélni azt, ha esetleg egy olyan gond, probléma van, amellyel segítséget tudunk információban nyújtani, hogy kérjen közterülethasználati engedélyt, és akkor gyakorlatilag így 30 nappal kitolódik az az időpont, de ehhez mindenféleképpen szükséges az engedély. Na most, ha letelik a határidő, a tulajdonos nem szállítja el, ismételten megpróbáljuk felszólítani, felkeresni, hogy vigye el, és amennyiben erre nem kerül sor, jön a következő lépés, az elszállítás. Az önkormányzati rendészetnek vagy Miskolc városának nincs külön elszállító járműve. Ugye Budapesten ezt lopós autónak szokták hívni, amelyek elszállítják akár a szabálytalanul várakozó gépjárműveket is. Nekünk nincs ilyen, viszont van szerződéses kapcsolatunk olyan felelősségbiztosítással rendelkező vállalkozóval, aki a gépjárműveket a mi megrendelésünkre elszállítja, és elviszi arra a telephelyre, ahol tároljuk ezeket a járműveket. Egy ilyen elszállítás egyébként egy meglehetősen régi IRM rendelet szabályozza, ennek a költsége több mint 16 ezer forint egy elszállítás városon belül, és természetesen ehhez hozzá járul még egy tárolási költség. Ugyanez a rendelet írja elő, hogy 1200 forintot kell fizetni a gépjármű tárolásáért. Tehát bekerül a gépjármű a telephelyre, ezt követően mi tájékoztatjuk, illetve az intézkedés során tájékoztatjuk a rendőrséget arról, hogy mely területről, honnan, milyen járművet szállítottunk el. Nyilván, ha hatósági jelzés nincs rajta, akkor típus szint tudunk közölni a rendőrséggel, és a telephelyre történő beszállítást követően 24 órán belül megtörténik a hatósági jelzéssel nem rendelkező járművek felnyitása, hogy az alváz motorszám segítségével beazonosítsuk a tulajdonos üzemben tartót, és akkor ismételt megkeresés történik. Igazgató, a számok tükrében mit jelent ez? Tehát mondjuk egy fél év alatt mennyi ilyen autót tudtak felderíteni, és mi az a jogszabály módosítás, módosulás, ami még nagyobb lehetőséget ad majd önöknek? Mik ezek a lehetőségek? Azt tudnám elmondani, hogy miután megváltoztattuk az intézkedési taktikánkat, metodikánkat, ugye ahogy említettem, több mint másfél évvel ezelőtt, 2021 évben 333 darab ilyen gépjárművel kapcsolatban intézkedtünk. Ez a szám az elmúlt évben megduplázódott, 645 ilyen intézkedésünk volt, és ami ettől a számadattól sokkal fontosabb talán, hogy több mint 80%-os, közel 90%-os eredményességgel. Tehát vagy a felszólítás hatására, az üzemben tartóval történt egyeztetés hatására, vagy pedig végső esetben az elszállításra vonatkozóan ugye ezek az intézkedések fel tudják szabadítani ezt a parkolóhelyet, és ez a hatalmas számadat, ugye az ember nem is gondolná, hogy mekkora ez a számadat. Nem áll pontos adat rendelkezésünkre, de én azt gondolom, hogy az elmúlt évi adat az nagyjából Miskolcon található gépjármű állomány nagyjából 1-2%-át jelenti, tehát azért elég komoly adatról beszélünk. Jogszabályváltozás mit jelenthet? Milyen új jogosítványokat kaphat a rendészet? Dolgozunk azon a jogszabály módosítási javaslaton,
amely a lehetőségeink közé helyezné a hatósági jelzéssel rendelkező, de a közterületen engedély nélkül és hosszú időn keresztül tárolt olyan gépjárművek elszállítását is, amelyek akár műszaki vizsgával nem rendelkeznek, a járművek hosszabb időtartamon, tehát most nyilván nem erre vonatkozik a rendelet, tervezetünk, hogy bárki, aki egyébként közterületen teljesen jogszerűen tárolja a gépjárművét, ez abszolút rendben van, jogszerű, és ezzel semmi gond nincs, hanem azzal van a gond, amikor a hatósági jelzés rajta van a járművön, és sokszor nem is magyar hatósági jelzés, ezt is megjegyezzem, rajta van a járművön, de a tulajdonos valamiért a műszakilag már leharcolt, lepusztult, vagy közlekedésre alkalmatlan járművel egyszerűen nem csinál semmit, ott hagyja, enyészetté válik, de a parkoló az sajnos foglalt. Nos, ebben szeretnénk előre lépni, ezen dolgozunk, hogy a jogalkotók megkeresésével változtatni tudjunk ezen a jövőben. Mikorra van arra remény lehetőség, hogy ez meg lesz ez a jogszabály? Hát az előterjesztést azt gyakorlatilag egy-két héten belül a jogalkotók elé tudjuk tárni, innentől kezdve már csak rajtuk múlik az, hogy mennyi időn belül egyáltalán respektálják a javaslatunkat, észrevételeinket, és amennyiben igen, akkor mennyi időn belül történik lépés ebben. Egyébként jelen pillanatban két jogszabály, az egyik az a közterületfelügyeletről szóló törvény, amely számunkra lehetővé teszi az elszállítást, a másik pedig az 55/2009-es IRM rendelet, amely a részletes szabályokat takarja, és kiegészítésképpen még a KRESZ szabályok megsértése esetén is, bár mi nem élünk ezzel a lehetőséggel túl gyakran, a bizonyos esetekben a szabálytalanul várakozó járművek elszállítására is van mód. Igazgató úr, kik lehetnek a partnereik ebből a munkában, ami hát egy sziszifuszi munkának minősül, ezt gondolja az ember, a laikus. Városlakók, magánszemélyek, autósok hogyan segíthetnek önöknek? Bárki. Alaphelyzetben nyilván a járőrű tevékenységet végző kollégáim figyelnek oda ezekre a gépjárművekre, de természetesen örömmel fogadunk minden olyan jelzést a város lakóitól, a gépjárművel közlekedőktől, hogy hol észlelnek olyat, hiszen nem veszünk mi sem minden ilyen járművet észre. Köszönettel vesszük az ilyen jelzéseket, megvizsgáljuk, és természetesen megtesszük a szükséges intézkedéseket a már említett sorrendben egészen akár az elszállításig. Igazgató úr, még egy kérdést engedje meg. Jelenleg hol tartanak, hogy látja, hol tartanak a munkában, és mik a következő teendők, feladatok mondjuk 2023-ra vonatkozóan? Én azt gondolom, hogy ez egy újra termelődő folyamat, és ahogy ön is említette, valójában sziszifuszi munka, hiszen naponta egy-két ilyen új járműről szerzünk tudomást, információt, és ugyanennyi az, amelyik elkerül már a közterületről, vagy elszállítjuk, vagy a tulajdonos elviszi. Tehát ez egy újra termelődő munka, és még egy nagyon fontos dolgot hagy jegyezzek meg. Ugye említettem ennek a költségeit, ennek az elszállításnak, tárolásnak a költségeit. Ugye azon tulajdonosok esetében, akik 6 hónapon belül nem jelentkeznek a gépjárművért, árverésen értékesíthetjük ezeket a gépjárműveket. Jövő héten, szerdán lesz a következő ilyen árverés. 8 gépjárművet bocsátunk árverésre. Ennek az adatai a Miskolci Önkormányzati Rendészet honlapján megtalálhatóak, tehát ha valaki kíváncsi rá, akkor megtekintési lehetőséget is tudunk biztosítani, és szeretne ezekből a járművekből adott helyzetben vásárolni. Igazgató úr, további eredményes munkát kívánok önöknek. Köszönöm szépen a beszélgetést, hogy eljött és elmondta az információkat a nézőknek. Köszönöm szépen a lehetőséget. Kedves nézőink, a következő percekben témánk a közlekedésbiztonság, Borsod-Abaúj-Zemplén megye közúti közlekedésének biztonsága. Köszöntöm a stúdióban kedves vendégünket, Varga János urat, aki a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályának osztályvezetője.
Nos, osztályvezető úr, mit lehet elmondani a megye közlekedésére, milyen sorban áll az országban lévő települések között, hogy látja, mint látja? Mik a tapasztalatok? A vármegyén közlekedésbiztonsági helyzete 2022 évben az utóbbi 10 évhez viszonyítva nagyon jól sikerült. A közlekedésbiztonsági helyzetünk 10%-kal csökkent, tehát 70 közlekedési balesettel lett kevesebb az ez évben, vagyis a 2022-es évben, mint a korábbi évekhez viszonyítva. Országos szinten is az elsők között vagyunk, az eredményesség tekintetében nagyon jó statisztikai mutatók alakultak ki a megyénk vonatkozásában. De ez nem így kezdődött. 2022 elején volt egy közel 60%-os baleseti számnövekedés, és akkor úgy gondoltuk, hogy ezt meg kell valamivel változtatnunk, és abba az irányba kell elmozdulnunk, hogy javuljon a baleseti statisztikánk, baleseti eredményeink kevesebben halljanak meg az útjainkon, bocsánat, és ezért egy feladattervet határoztunk meg. Ebben a feladattervben a fő baleseti okokra helyeztük a hangsúlyt, hiszen el kell mondani, hogy 5 fő baleseti ok van, aminek a baleseteknek a 70%-a, 75%-a ezekben. Ez érthető az elsőbség meg nem adása, az irányváltoztatás, a kanyarodási szabályok, a biztonságjog nem használata, az ittas vezetés, és ezért ebben a feladattervben a megye tekintetében összevontan a megye területén lévő összes rendőrkapitányságot bevonva, a közútjainkat ATT-be elemezve egy nagyszabású feladattervet határoztunk meg, rendeltünk el, amelyben ezekre a szabálysértések megelőzésére, kiszűrésére helyeztük a hangsúlyt. Elmondható, hogy ennek hatására csökkentek véleményem szerint a bekövetkezett balesetek, és így kevesebb súlyos és kevesebb könnyű sérüléses baleset, kevesebben sérültek meg súlyos és könnyű sérüléses balesetben. Ami még nagyon számottevő részünkről, hogy az ittasan okozott balesetek száma, nem tudtunk soha 10% alá kerülni, és a baleseteknek így most a 9,1%-a lett, itt eddig mindig 13-15-17%-osak voltak évente az ittasan okozott baleseteink száma, de ehhez az is kellett, hogy heti szinten 150 ittas járművezető kerül a hatóság látókörében, akik úgy közlekednek a közúti forgalomba, hogy előtte szeszes italt fogyasztanak. De mondhatnám, egyre több a bódult járművezető, és ők is most már elég magas helyet foglalnak el a közúti közlekedésben résztvevők között. Mi várható 2023-ban, hogyan látja osztályvezető úr, és mi az, amire az autósok figyelmét külön is felhívná? A 2023-as évünk is kezd, eltelt 20 nap tükrében jó eredményekkel tudok itt is beszámolni, annyi, hogy 18%-os most jelenleg a baleseti csökkenés, eddig egy ittas balesetünk volt, ami sérüléses. De azért nem kell elfelejteni, hogy tavaly azért a megyei szinten 3850 anyagi káros baleset is bekövetkezett. Például a tegnapi nap során a megyénkbe összesen egy nap alatt ez 20 közlekedési baleset történt, ebből 3 volt személysérülés, 17 pedig anyagi kárra járó közlekedési baleset. De ez betudható sajnos az időjárásnak is, ami most a napokban ez rengeteg eső következtében keletkezett. A észlelhetőségre nagyon felhívnám itt a figyelmet, hisz a sötétben láthatósági mellény vagy fényvisszaverő hiányában közlekedő főként gyalogosok nem észlelhetőek, vagy rosszul észlelhetőek a közúti közlekedésben, és tegnap is 2 gyalogost ütöttek el a gyalogos átkelő helyen, egyet Sajó-Szentpéteren, egyet pedig itt Miskolcon a közúti forgalomban. Osztályvezető úr, ugye nem megyei téma, de a turbókörforgalom átadása óta milyenek a tapasztalatok? Ugye ez itt van a városban, Miskolcon. Vannak-e változások? Megszokták-e már az autósok? Hogyan látja ezt?
Igen, a turbó körforgalom az már nagyon sok városban megtalálható, így örültünk is, hogy Miskolc is belépett ezeknek a sorába. Én említeném a Budakalászon lévő, Megyeri hídnál lévő turbó körforgalmat. Ott, amikor ezt átadták, ott a áthaladás szinte zökkenőmentesen zajlott a keresztődésben, már aki ismeri ezt, és ezzel a eséllyel vártuk mi is ennek a turbó körforgalomnak a hatását. Persze minden új az elején nem zökkenőmentesen alakult, és ezért voltak a induláskor problémák, feltolódtak a forgalmak, hát hisz tudni kell, ez egy komoly fázisterv készült ehhez a turbókörforgalomhoz. Itt a korábban említett útkeresztődéshez képest itt azért gyalogosok is megjelennek, és a gyalogosok áthaladását is biztosítanunk kell, de jelenthetem, hogy tegnap éjfélkor átállították a fázistervet, remélhetőleg még jobban megkönnyíti majd a közlekedők, és teljes zöldön tudnak majd áthaladni. Na de hát figyelembe kellett venni a Vörösmarty és Soltész keresztődését, illetve a hídnak a forgalmát is, akik érkeznek az Y-híd irányából, őnekik is a teljes bonyolult mentes közlekedését biztosítanunk kell ezáltal. De hát ez az útkezelőnek a feladata, mi csak ebben, mint szakhatóság veszünk részt, és próbáljuk a szakmai szakirányításunkat érvényesíteni ezekben a tárgyalásokban. Említette osztályvezető úr a fázisterv átalakítását, ez nagyobb folyamatosságot fog biztosítani? Igen, a tervezők, akik készítették ezt a turbókörforgalomnak a fázistervét, itt a forgalom irányító lámpáknak az idővalmát változtatták meg, különböző irányokból adtak rá időt, különböző irányokból vettek el időt, remélhetőleg majd már a mai nap is ezt tapasztalni fogjuk. Mi a tapasztalata a biztonsági üveg tekintetében? Hogyan használják az autósok, illetve hát az utazók helyesen használják a biztonsági övet? Ezzel kapcsolatban vannak-e hát esetleg olyan dolgok, amit másképp kéne csinálni? Igen, az utóbbi időben tapasztaltuk, hogy sajnos a biztonsági övnek a használatát a hátsó ülésen helyet foglalók nem használják, nem kapcsolják be magukat, és nagyon sok közlekedési baleset következtében a gépkocsi vezetés, az elől ülő utas benne marad a gépkocsiban, sajnos a hátulülők pedig kirepülnek. Most legutoljára december 28-án volt az Arnóti M30-as autópályán egy ilyen balesetünk, ahol is lehaladt a gépkocsi az útról, majd felborultak, és a hátsó ülésen helyet foglaló, jobb hátsó ülésen helyet foglaló hölgy kirepült a gépkocsiból, és a gépkocsi összenyomta a testét, és meg is halt a helyszínen. Szóval felhívnám itt a figyelmet nem csak az elő a gépkocsi vezetőknek, illetve az első utasának a biztonsági öv használatára, hanem a hátsó ülésen helyet foglalók is minden esetben kössék be a biztonsági öveket, és a saját életüket veszélyeztetik azáltal, ha nem használják. Mire hívnál fel a figyelmet ebben a januári időszakban, amikor kiszámíthatatlan az időjárás, nem tudni mikor lesz hó, havas eső, nagyon hát bizonytalan lett az időjárási helyzet Magyarországon. Nem lehet tudni, hogy holnap reggelre milyen időjárásra ébredünk, és hogyan induljunk el az autóval. Mit lehet tenni az autósnak? Én a gépkocsi vezetők részére mindig azt javaslom, hogy induláskor a fényszórókat takarítsák le, a szélvédőket takarítsák le, használják azokat a téli időjárásnál azokat a fagyálló folyadékokat, amivel tudják takarítatni az első szélvédőt. Szóval látni kell, és látszani is kell. És itt a látszaninál szeretném felhívni a gyalogosoknak a figyelmét, hisz nem használják a láthatósági mellényeket, nem viselnek láthatósági mellényeket, sötétben, forgalommal, az úttesten közlekednek, annak ellenére, hogy járda található. Szóval Miskolc vonatkozásában csak a tavalyi évben 68 olyan gyalogos baleset történt, ahol a gyalogos szerepet játszott, akár okozóként, akár sértettként a balesetben. Ez bizonyítja például a tegnapi két gyalogos ütés is. Szóval a látni és látszani, és kérem mindig a közlekedőket, hogy ezt
vegyék figyelemben, mert attól, hogy ő úgy gondolja, hogy látja a másikat, az nem biztos, hogy a gépkocsi vezető észleli a gyalogost. Osztályvezető úr, köszönöm, hogy eljött a stúdióba és megosztotta ezeket az információkat. Elmondta nézőinknek, köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, Önök a Kilátót látták. Ezzel a műsorral legközelebb jövő héten szerdán jelentkezünk. Kérem, tartsanak velünk akkor is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra.